Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér a Fehérvel televízió közéleti magazin műsora, és ahogy azt már megszokhatták, mindig szót ejtünk itt havonta a Székesfehérvárt érintő aktuális kérdésekről, a járvánnyal kapcsolatos döntésekről, a városi vetületeiről, és számos más Székesfehérvár életéhez kapcsolódó döntésről. Stúdiónk vendége Cser Palkovics András polgármester, köszönöm, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat. Most itt kívánok, én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és hát egy hónap nagyon gyorsan elrepült. Igen, hiszen egy hónappal ezelőtt ültünk itt, és hogyha a mai, talán akkor is a kormányinfo adataival kezdtük, és a mai napon is ugye fontos információkat osztottak meg velünk, várhatóan ugye május folyamán elérjük az 5 millió beoltatott Magyarországon, a korlátozások nagy része pedig eltörlésre kerülhet, a védettség igazolványal való belépési lehetőség nagyjából pedig augusztusig fennmarad. Ezek ugye a mai friss információk, sokakat érdekel, május 28-ától lesz lehetőség a lakodalmak megtartására, és azt hiszem, hogy egy kicsit hazabeszélek a kisgyerekes családok nevében, de táborok is lehetnek június 1-től. Ezek szerintem mind-mind fontos döntések, amik nyilván a várost is érintik, és az itt élőket. Érintik, szerintem mindenképpen örömteli, hogy láthatjuk, hogy a járvány adataiban abszolút kedvező a változás, és kedvező a folyamat. Az újraindítás eddigi lépései után nyilván mindenkiben volt egy várakozás, hogy azt követő 2-3 hétben a betegszámok, a megbetegedés száma, a kórházba kerültek és ott tápoltak száma hogyan alakul. Szerencsére abszolút pozitívak ezek a folyamatok, és csökkennek a betegszámok. Ez mindenképpen azt hiszem, hogy egy örömteli hír mindenkinek. És nagyon pozitívan alakul az oltási számoknak a kérdése, akár a regisztráció, de ami ennél fontosabb, a beoltott embereknek a száma, első vagy éppen második oltás tekintetében. Ugye most már 4,5 millió ember kapta meg legalább az első oltást, ez szerintem egy nagyon szép eredmény. A világot nézzük, akkor is nyugodtan mondhatjuk, e tekintetben az ország mindenképpen élmezőnyben van. Köszönet mindenkinek, aki az oltási programban részt vesz, akár azzal, hogy regisztrált és beoltatja magát, akár pedig ennek a szervezésébe, a vakcinák megszerzésébe, és hát végül azoknak különösen, akik az egészségügyben nap mint nap adják be az oltásokat, ápolóknak, alig vagyunk tőle ugye az ápolók világnapján, úgyhogy nekik most talán külön köszönet jár, de azt hiszem az egészségügyi szakemberek tényleg erőn felül teljesítenek. Mindenkit arra biztatok, aki ezt még nem tette meg, regisztráljon az oltásra. Ugye jó hír az, hogy most már egy újabb vakcinával, a Pfizerrel is bővült azoknak az oltásoknak, vakcináknak a köre, amire már időpont regisztrációval be lehet jelentkezni. Tehát most már 4 oltás, 4 vakcina típus közül választhat mindenki. Azt hiszem mindenki megtalálja azt, ami ő a legjobban bízik. Egy biztos, mindegyik vakcina, mindegyik oltás sokkal, de sokkal jobb, és sokkal biztonságosabb, mint maga a vírus. Úgyhogy én tényleg arra kérek mindenkit, hogy a szabályokat tartsuk be, másodszorban pedig az oltásra regisztráljunk és oltassunk be magunkat. Ugye most már elindult a 16-18 év közöttiek oltása a mai nappal. Ez egyébként családilag már minket is érint, de azt látom, hogy a fiatalok e tekintetben abszolút példamutatóak. És azt érzékelem, hogy azok közül is, akik eddig azt mondták, hogy nem biztos, hogy beoltatják magukat, egyre többen azt mondják, hogy mégis megteszik. Én erre kérek, és ennek a megfontolása mindenkit. Nem, sok kérdést kapok én is az igazolvánnyal kapcsolatban, a védettség igazolvánnyal összefüggésben, hogy ezt igazságosnak tartom, vagy nem. Mindig azt mondom, hogy az én szempontom teljesen más. Én meggyőzni szeretném az embereket, hogyha az egészségügyi szakemberek, már pedig a komoly szakemberek egyöntetően azt mondják, hogy sokkal, de sokkal biztosabb és biztonságosabb az oltás, mint kipróbálni, hogy az egyére hogy hat a vírus, ezért a meggyőzés arra irányuljon inkább, hogy oltassuk be magunkat. Nem az igazolvány miatt, hanem a saját magunk, szeretteink, környezetünk egészségének megóvása érdekében. Ugye említettem azt, hogy intézkedéseket is meg kellett hozni, és éppen a mai lakossági tájékoztatójában ismertette ezeket. Hát az egyik nem túl kedvező vagy szép hír, de hát nyilván a családoknak a kegyeleti támogatás az egy fontos információ. Igen, és hát azt szerettük volna, hogy érezzék ezek a családok, akik a koronavírus járványban, koronavírus megbetegedéssel összefüggésben elvesztették valamely családtagjukat, érezzék, hogy morálisan, erkölcsileg, támogatóként ott áll mögöttük a város közössége. Ugye ezt kifejeztük 2 olyan emléknappal, amikor az áldozatokra emlékeztünk, és osztoztunk a gyászukban az adott családoknak, és ezt most egy anyagi segítséggel is szeretnénk kiegészíteni.
elég sok tételt tartalmaz. Én azt kérem mindenkitől, hogy akár az én Facebook oldalamon, akár a város honlapján, akár a helyi média felületein megtalálják a pontos szabályokat, kit és milyen módon tudunk támogatni. Azokat a családokat érinti tehát ez a támogatás, akik elvesztették valamely szerettüket, és kiemelt segítséget kapnak azok a kiskorúak, akik esetleg szülőt veszítettek el ebben az időszakban. Fontos, hogy a járvány időszak kezdetétől nézzük ezt az időszakot. Van idő arra, hogy mindenki ezt megfontolja, átnézze, ha bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan keresse a polgármesteri hivatalt, szeretnénk ezt a segítséget minél több emberhez eljuttatni. Mindahogy csatlakozik a város ahhoz a kezdeményezéshez is, amit köztársaság elnök úr és kedves felesége indított el, pont az árvák megsegítésére és támogatására hoztak létre egy alapítványt, és szerintem ez az alapítvány tényleg egy olyan célt tűzött ki maga elé, amiben biztos, hogy mindenki egyetért. Úgyhogy elnök úr mellé állunk ebben a kezdeményezésben, és 2,5 millió forint a Székesfehérvár megyeugúváros önkormányzata egyébként a Fidesz frakció javaslatára támogatni fogja ezt az alapítványt. Tudunk már olyanokról, akik érintettek a segítség tekintetében Fehérvárról és Fehérvár környékéről. El is indult van olyan család, ahol már mondjuk úgy, hogy ennek az adminisztrációja, úgyhogy ez a forrás nagy valószínűséggel egyébként részben visszajön ide a városba és a város környékére családokhoz. Tehát azt hiszem, hogy ez is talán egy olyan intézkedés, amivel az emberek egyet tudnak érteni. Igen, és hát ugye talán az is egy szintén fontos intézkedés, és sokakat érint, hogy meghosszabbodik az önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknak, és a nem lakás céljára szolgáló helységeknek is a bérleti jogviszonya. Ezzel kapcsolatban is született döntés, amit ismertetett. Igen, az elmúlt 24 órában a lakásokkal, önkormányzati lakásokkal kapcsolatban ugye sok minden elhangzott az országos nyilvánosságban is egy törvényjavaslattal kapcsolatban. Gondolom, fogunk erről pár gondolatot váltani. Ez a mi intézkedésünk, ez valójában előbben indult, és azt a célt szolgálja, hogy a veszélyhelyzet végéig, akik ezt kérik, ott a bérleti jogviszonyt, a szerződéseket meghosszabbítjuk. Egyrészt most nagyon nehéz az ügyintézés, nagyon nehéz bizonyos dokumentumokat beszerezni, pályáztatni, ezzel szerintem most tudjuk segíteni az adott családokat, vagy éppen vállalkozásokat, hiszen itt nem csak lakásokról, hanem nem lakáscélú helyiségekről is szó van a város különböző pontjain. Ezek az információk is elérhetők a város honlapján, vagy az én Facebook oldalamon, és ott vannak azok a telefonszámok, ahol érdeklődni lehet. Számos megkeresést kaptunk az elmúlt hetekben, olyan mondjuk lakásbérlők részéről, akiknek éppen ebben az időszakban jár le az önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódóan annak időtartalma, és hát azt kérdezték, hogy akkor most hogy pályázzanak, hogy kell kérelmet benyújtani, mi van, ha valamilyen dokumentumot nem tudnak csatolni. Ez az intézkedés szerintem ő számukra mindenképpen megnyugvást jelent, azért sok száz családról beszélünk, vállalkozásról beszélünk, de fontos, hogy kérelmet kell benyújtaniuk, tehát ezért kérem, hogy nézzék meg pontosan ezeket az információkat, és ha kérdésük van, inkább kérdezzenek, de ha ezt határidőben egyébként, mint kérelem benyújtják, akkor egy automatikus eljárás lesz. Nem lehet pontosan megmondani, hogy ez meddig tart. Ugye a mi döntésünk a veszélyhelyzet kapcsolatban állapít meg egy határidőt, ugye erről nem mi döntünk, hanem a kormány javaslatára a parlament. Ugye ami most a parlament előtt fekszik, az szerint augusztus-szeptember végéig valószínűleg fennáll a veszélyhelyzeti jogrend, azaz reményeim szerint a nyáron ezekhez az adminisztrációs feladatokhoz nem kell semmilyen plusz kérelmet már benyújtani, hanem ennyivel meghosszabbodik. Tehát jön az őszi időszak, és bízom benne, hogy ott is valamit ki tudunk találni annak érdekében, hogy ezeknek a családoknak a mindennapjait ezzel is könnyebbé tegyük. De hogyha már említette, akkor lakástörvény, hiszen azért a sajtóban olvashattunk ezt is, azt is, ilyen visszhangot is, olyan visszhangot is. Ön hogy látja ezt? Hát először is nagyon meglepett minket ez a törvényjavaslat, tehát nem tudtunk előről. Egyébként nem is a parlament honlapján értesültünk először erről, hanem országos online média felületeken jelent meg egy összefoglaló cikk erről. És aztán most már lassan mindenki rájön és megérti azt, hogy ez valamennyi önkormányzati bérlakásra kiterjed, vagy azoknak a jelentős részére, tehát nem csak Budapest egy meghatározott pontjára, vagy inkább Buda egy meghatározott pontjára, hanem bizony más településekre, így Fehérvárra is. A mi esetünkben ez egy 800-900 bérlakást is érinthet. Ebben a formájában én nem tartom jónak ezt a törvényjavaslatot. Számos olyan eleme van, ami ellehetetleníteni az önkormányzati lakáspolitikát.
a jövőre nézve gyakorlatilag azt eredményezni, hogy az önkormányzatoknak nem lenne bérlakása, szociális bérlakása sem, tehát nem tudnánk segíteni azoknak a családoknak, akiknek például most ezt a segítséget tudjuk nyújtani. Van értelme bizonyos lakáscsoport részére ennek a gondolatnak, ez pedig az önkormányzati lakásoknál a határozatlan időre szóló bérlakások és bérleti szerződések. Ezeket évtizedek óta viszi maga előtt az ott lakó bérlő és maga a tulajdonos önkormányzat. Mi nem igazán tudunk mit kezdeni ezekkel a lakásokkal, de őnek is sem a tulajdona. Tehát ott szerintem ez a megoldás lehet jó megoldás, de a határozott idejű bérleti szerződéseknél ez túl azon, hogy nagyon jelentős, sok-sok milliárdos vagyonvesztést okozna az önkormányzatoknál. Másodszorban én nem tartom igazságosnak sem, és utána számos lakás és szociális probléma derülne, vagy kerülne ebből ki, vagy lenne ennek a következménye. Úgyhogy én bízom benne, és az elmúlt 24 órában, akinek tudtuk, el is mondtuk a szakmai érveinket, hogy módosulni fog ez a jogszabály. Mondom, van olyan eleme, ami szerintem támogatható, de összességében így ez a koncepció szerintem nem elfogadható. Nem csak én gondolom így, hanem polgármester kollégáim is egyébként pártállástól függetlenül, akivel mi egyeztettünk, akár mi hívtuk, akár ő keresett bennünket. Be volt kormánypárti és nem kormánypárti, volt megyejugóváros polgármestere, volt kerületi polgármester a fővárosból, mindenkinek egyöntetően ez a véleménye. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezeket a szakmai, szakpolitikai érveket a kormány meghallja. Ugye ez egy képviselői indítvány, esetleg a kezdeményező képviselő is meghallja, és a parlamenti vitában módosulni fog ez, és az a végeredmény, ami megszületik, az segíteni fogja az önkormányzati lakáspolitikát, és nem ellehetetleníteni. Be fogunk számolni a nyilvánosság előtt, hogy pontosan a végeredmény az a fehérvári lakásállományt milyen módon és hogyan érinti. Mi nem fogjuk folytatni, de hogy most már szót ejtettünk többször is ugye a fehérváriakról, meg a fehérváriakat érdeklő kérdésekről. Most is készítettünk egy ilyen összeállítást, Rába Henrietta riportjai következnek, aztán utána folytatjuk itt a Köztér című műsort. Nincs véleményem a kérdésükre, meg vagyok elégedve a polgármesterrel. Nekem semmi problémám vele. Én szeretem, meg szépen irányítja a várost, úgyhogy nekem minden tiszteletem az övé, úgyhogy... Egyetemre járt a lányom, és ő is oda járt egyetemre, úgyhogy én is meg vagyok vele elégedve, soha nem volt gond vele. A Kelemen Béla 24-ben lakunk, és éppen felmerült tegnap a lakókkal közös beszélgetés, találkoztunk ott ketten-hárman, elhagynak a fűnyíráskor egy sávot. Most van egy tópart körüli szervezet, nem tudom a nevét, akik a tópartot vágják. Állítólag van egy, akik azt az új játszóteret, amit most építettek a Kelemennek az iskolától a kutyakennelig, azt a részt is más vágja, és a házak közti, melletti részeket is ők vágják. Hát azt szeretném megkérdezni, hogy a közepit azt mi rágjuk le, vagy kijön valaki és levágja. Egy ilyen 3 méteres sávot elhagytak, és több helyen észrevettem, mert délután járkálunk egy szomszédasszonyommal a tó körül, több helyen észrevettünk ilyen holt sávot, amit senki se vág. Tehát még a Kelemen óvodának az oldalánál, bocsánat, ott is láttam egy ilyen sávot tegnap, ami így egész térdig már meg van nőve, és nem vágja senki. És azt szeretném kérdésként feltenni, hogy nagyon szépek ezek a szökőkutak, van itt egy, meg egy ugye a hotel előtt, csak azt nem tudom, hogy az a régi szép medence, ami volt virágosan, miért kellett azt megszüntetni, mert miért kellett ebből 2, mert szerintem ez egy teljesen puszta dolog, az ott nagyon megfelel, színes is, itt viszont úgyis nyáron nincs más, mint a gyerekek belemennek, és gyakorlatilag nem is egészséges, nem is lenne szabad, mert megmondták, hogy nem arra alkalmas. Miért nem lehetett a régit megtartani? Szóval annyira megyünk a gyökerekhez, annyira ragaszkodunk ahhoz, hogy igenis a régi szép volt. Tehát ez egy például egy ilyen dolog, amit szerintem hiányolok. És nem is tartom jónak. Építik át ezt a... Azért, és nekünk van egy közös falunk. A mi falunkhoz legalább mióta fölépítették, semmit nem nyúltak, úgyhogy meg van penészesedve minden. Most ráadásul láttam, hogy a túlsó felén valamivel szigeteltek.
erre fel a középső részről lefelé tiszta vizes a falunk. És ezt próbálnánk elérni, hogy úgy mond, hogy ezzel az egésszel ezt is rakják rendbe. Ez akkor itt a rendház? Tessék? Ez a rendház akkor, amiről szó van? A rendháznak az épülete az, amit most felújítanak? Nem, a múzeum. Uh-huh. A múzeum, és mi az Ady Endre 2-ben lakunk, és a két fal választ el, vagy egy fal választ el bennünket ilyen állalakba. Hát az egyik az már megrepett, kint is voltak, megnézték, hogy igen, új repedés, de a nagyobb rész, hát az egyre romlik. Aztán, hogy ebből lesz valami, nem tudom. Nos, hát ezek voltak a fehérvárjak kérdései, véleményei. Hát a kedves gondolatokat szeretném megköszönni ezenton is, és azért azt kérni a hölgyektől, hogy ha pedig valamivel nem elégedettek, akkor viszont azt is kérem, hogy küldjék el nekem, mert azzal tudunk mi is dolgozni, hogyha ismerjük a problémákat, de nyilván a kedves gondolatok azok mindig jól esnek az embernek, úgyhogy köszönjük szépen, igyekszünk meg szolgálni a bizalmat. És hát a konkrét felvetések tekintetében Palotaváros, Palotavárosi tavak környéke. Két probléma merült föl, az egyik, hogy különböző csapat végez bizonyos feladatokat, ennek nagyon egyszerű az oka, le kell zárni a pályázatot, a pályázat átadása után tudja az teljes egészében a Városgondnokság egyébként átvenni, tehát a környezettel együtt ugyanúgy, mint az a közel 4 millió négyzetméter, amit a közterületek és zöld területek tekintetében a Városgondnokság gondoz, ugyanide fog bekerülni a Palotavárosi tó környéke is. Ami viszont a tartalmi része, hogy arra a sávra, amire gondol a hölgy, hogy magas a növényzet, és biztos elfelejtettük lenyírni, nem felejtettük el, éppen az elmúlt napokban sajtótájékoztatón és videó keretében is szeretnénk egyfajta szemléletformálást elindítani, hogy abból a gondolatból kiindulva, hogy gondolkodjunk globálisan környezetvédelmi, klímavédelmi, természetvédelmi kérdésekben, de cselekedjünk lokálisan. És ennek az egyik része, hogy kialakítsuk a harmóniát az ember, a város és a természet és az élővilág között. És ezek a sávok, amiről a hölgy is beszélt, de ami a Sóstón is megtalálható, ugye a Tóvárosba is bemutattunk egy hasonló területet, ezek gyakorlatilag méhlegelők, ez a szakmai elnevezésük, és a beporzó rovarok élővilágát szeretnék segíteni az ő természetes környezetük meghagyásával, ami pedig utána visszasegít a természetnek, ezáltal az életminőségünk tekintetében. Tehát szándékosan ott csak évente kétszer fog a Városgondnokság egyébként kaszálni, hogy kialakuljanak azok a területek, ahol ezek a rovarok megtalálják a maguk életterét, és el tudják végezni azokat a természeti és biológiai folyamatokat, amelyek aztán egyéb dolgokhoz kellenek, hogy élhetővé váljon, vagy maradjon a környezetünk itt a városon belül is. Úgyhogy ebben én egy megértést kérek, folyamatosan fogjuk ezt kommunikálni szakembereink segítségével, egyébként a Városgondnokság szakemberei végzik ezt a tevékenységet Csete Gábor vezetésével, ugye a főkertészasszonnyal, a Városházán, Györök Orsolyával, akik kifejezetten nyugat-európai példák alapján hozzák ezt. Üzemeltetési kérdés is, környezetvédelmi kérdés is. Érthető, hogy fölvet még kérdéseket, hiszen nálunk ez nagyon-nagyon új. Tavaly a Sóstón kipróbáltuk, és most egyéb városrészekben is megjelenik. Elsősorban azoknál a nagy zöld területeknél, ahol egyébként van hely arra, hogy mellette ugyanúgy legyen kutyafuttató, ugyanúgy legyen sétálni, ugyanúgy lehessen kiülni egy parkba, ugyanúgy lehessen sportolni, de legyen olyan terület, ami viszont az élővilágé, ennek a harmóniának a megőrzése érdekében. Másik kérdésben, ugye a szökőkutakat érintette az úr, ebben megoszlanak a vélemények, én magam is úgy érzem, hogy talán az a szökőkút rész maradhatott volna, ugye a pályázat okán akkor ez megváltozott, a tervezőknek más volt a koncepciója, tehát egyelőre ezek a szökőkutak így maradnak. Ugye ami egy kicsit hagyományosabb szökőkút lenne, aznak a tervei készültek el az Icsiliget elejére, az egy kicsit hagyományosabb szökőkutat jelentene, este szépen kivilágítva. Most erre nincsen forrásunk, de a tervek elkészültek, részben az engedélyek is megvannak, tehát ha akár Európai Uniós, akár magyar állami forrás rendelkezésre fog állni, akkor azt a szökőkutat ki lehet alakítani, és bízom benne, hogy az úrnak is ebben a tekintetben is majd elnyeri a tetszését.
És hát ugye volt egy hasonlóan belvárost érintő kérdés, ugye az Ady Endre utca, vagy hát a Rendház múzeum felújítása a főutcán, ami nyilván szomszéd ingatlanokkal összefügg. A hölgy egyébként nálam is járt korábbi években, kétszer is, és máshol is találkoztunk ezzel problémával kapcsolatban. Ez egy falat, illetve részben egy tűzfalat is érintő kérdés. Részben most a Rendház és múzeum felújítás ezt meg is fogja oldani. Hogyha megkeres engem újra a hölgy, akkor nagyon szívesen megkérve a szakembereket, tájékoztatni fogjuk őket, hogy őt, hogy mikor és mi fog történni azon a falfelületen is. Egyébként szerencsére a múzeum felújítás nagyon szépen megy előre, most már szerintem látható tényleg egy gyönyörű épület, gyönyörűen újul meg az épület együttes, ugyanúgy, mint ahogy most már a köztársaság mozinál is elindult a kőtár kialakításánál ez a fajta munka. Látjuk, hogy zajlik a Ciszter gimnázium felújítása, a Bartók tér elkészült, a belváros másik szegletében a Szent Imre általános iskola felújítás az, ami szinte teljesen befejeződő, szerintem az is gyönyörű lett, úgyhogy érzékelhető, legalábbis bízom benne, hogy ezek a szép műemléki épületek sorban ütemezetten, de megújulnak a városban. És hát ugye korábban beszélgettünk már itt több alkalommal, akár a Modern Városok programról, akár az Árpádház programról, és ezeknek a különböző elemeiről, akkor most megragadnám itt az alkalmat, hogy hogyan látja, hogy mi hogy halad a Modern Városok keretében. Ugye a velencei tábor az nagyon szépen halad, de el is fog készülni július elején közepén. Az engedélyeztetés után bízunk benne, hogy egy-két tábort augusztusban már le tudunk bonyolítani diák önkormányzat, hallgatói önkormányzat tekintetében. Ők ezt kipróbálhatják. Ugye nagy előrelépést fog jelenteni, hogy egy több mint 140-150 férőhelyből 40 férőhely az téliesített lesz, tehát téli táborokat is lehet majd a jövőben ott tartani. Úgyhogy ezt tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a beruházás a végéhez közeledik. Én három egyéb elemet emelnék még ki. Az egyik a középiskolai kampusz, ha már mondjuk a két iskola, a Ciszter gimi felújítása, Szent Imre iskola felújítása szóba került. Ugye a héten is történt a Munkácsi Általános iskolában egy olyan baleset, aminek szerencsére semmilyen személyi sérülés nem lett a vége, de jól mutatja, hogy bizony ezeknek az épületeknek a felújítása az nem tűrhet halasztást. Az elmúlt években is sok történt, részben szakképzési centrum, részben tankerület, korábban még a város volt a fenntartó a város részéről, de van még itt feladat. Itt két nagy elem van. A szakképzési centrum kapott egy jelentős forrás szakképzési intézmények felújítására. Ezt gondolom főigazgató asszony és kancellár asszony hamarosan be fogják jelenteni, és számos iskolát fog egyébként érinteni, és örömteli. A másik eleme pedig a középiskolai kampusz elképzelésbe két elemet szeretnénk, és egyet be is építettünk, amit beépítettünk, hogy energetikai fejlesztésben 1,5 milliárd forintos uniós forrásból 10-15 iskola és óvoda kap energetikai fejlesztést. Ebben néhol nyílászáró, napelemmel való ellátás az épületeknek fog bekerülni. Ez fontos, mert sok helyen nyilván akkor tetőt is, mennyezetet, homlozatot is érinteni fogja, és ezzel párhuzamosan a középiskolai kampusznál, ahol ugye elkészültek az engedélyes tervek, de az első közbeszerzési eljárás világosan megmutatta, hogy nincs annyi pénz, amennyi arra elegendő lenne, pedig jelentős forrás van a város számláin. Ott ezt most javasoltuk úgy megoldani, hogy részben az állam emelje meg ezt a forrást, és alakítsuk át a műszaki tartalmat úgy, hogy 10-15 egyéb iskolai fejlesztést is behoznánk, például a Munkácsi is ebben szerepelne, vagy például a Kodály iskola, ahol zajlik most bővítés, fejlesztés, annak egyébként a homlokzati felújítását is ebbe bele tudnánk forgatni. Megállapodtunk a szakminisztériummal, a miniszterelnökséggel, hogy a kormány előtt van, bízom benne, hogy hamarosan meg is születik a döntés. És akkor két rövid információ, kórház közbeszerzési eljárás, ami kiviteli terv és kivitelezésre vonatkozik. Most már az ajánlattételen túl van a beruházási ügynökség, ő bonyolította le a közbeszerzést. Úgy tudjuk, hogy a becsült érték környékén van a legjobb ajánlat, úgyhogy bízom benne, hamarosan a fedezetről a kormány pozitív döntést fog hozni, és indulhat a kórház legújabb fejlesztési üteme. Ez egy nagyon nagy előrelépést fog jelenteni. Ugye ez egy 14 milliárd forint körüli fejlesztés infrastruktúrával, eszközparkkal, parkolókkal együtt. A másik részeként pedig a multicsarnok, ahol ugyanez a helyzet, azt is a beruházási ügynökség bonyolította le, mint közbeszerzést, és az is hamarosan a kormány elé fog kerülni. Tehát én úgy látom, hogy nincs akadálya annak, hogy nyáron, nyár-ősz folyamán valamikor már a szerződéseket meg lehessen kötni, ha a kormány pozitív döntéseket hoz. Úgyhogy bízom benne, hogy összességében is megállapítható, hogy most már ezek a programelemek
megvalósulnak. Nem elfelejtve, hogy volt ennek a programnak egy környezetvédelmi lába is, ha már a méregelőkről is beszéltünk, ez pedig az alsóvárosi rét zöld területként történő megóvása, megvédése, megmentése volt, és sikerült elérni. Tehát az egy megvalósult beruházás, vagy azt is mondhatnám, hogy ott örültünk annak, hogy nem valósult meg az az ipari beruházás, amit 2015 volna. Szerettek volna, így ma már átminősített zöld terület, az teljes egészében állami forrásból a Modern Városok program keretében tudtuk megvásárolni és átminősítetni. Beruházásokról beszéltünk, meg ugye szóba kerültek a fehérváriakat érdeklő kérdések. Hogyha így az elmúlt időszakot nézem, akár a közösségi média felületünkön számos vélemény kérdés érkezett a buszmenetrenddel kapcsolatban, ahol ugye április 30-áig volt is lehetőség arra, hogy véleményezzék az új koncepciót, elképzelést a fehérváriak. Hogyha jól tudom, nagyon sok kérdés, észrevétel érkezett ezzel kapcsolatban. Természetesen köszönöm szépen a média segítségét, mert szerintem, legalábbis nagyon remélem, hogy bár nem tudtunk lakossági fórumokat tartani, mert a szabályok nem teszik lehetővé, hogy ilyeneket összehívjunk, de bízom benne, hogy szinte minden érintett fehérvárihoz eljutott ez a koncepció, ez az új hálózati terv, és nagyon sokan véleményezték, több mint 300 vélemény érkezett. Örülök egyébként, hogy a zömében pozitív volt, és ezt a változást üdvözlő. Voltak kérdések, voltak kritikák, ezeket a tervezők megvizsgálták, épp a mai nap tájékoztattak arról, hogy mi az, amit be tudnak emelni. Azt a jó hírt tudom mondani, hogy az észrevételek, kérések jelentős részét meg lehet oldani ebben az új hálózatban. Ezt most ők letisztázzák, és talán a jövő héten, vagy inkább azt mondjuk egy két héten belül ezt nyilvánosságra is fogjuk hozni, és akkor mindenki látni fogja, hogy mit tudtunk az észrevételekből beépíteni. Van még sok előkészítő munka, hiszen mondjuk az új végállomásokon le kell tenni konténereket, ahol mondjuk van egy szociális blokk a sofőröknek, vannak bizonyos olyan megállók, amiket ki kell alakítani, vannak felfestési munkák, gondolkodunk egy-két szakaszon buszsávnak a kialakításában, egyébként ezt nagyon sokan javasolták, részben kérték is azok, akik közösségi közlekedést használnak. Hogyha ez a koncepció megvan, akkor lehet véglegesíteni, és május végén fogjuk tudni elmondani, hogy július 1-én be tudjuk vezetni, vagy jövő nyáron. Ugye csak nyáron szabad egy ekkora hálózati változást meglépni, a előkészítettség fogja eldönteni, hogy idén ezt meg lehet-e tenni, tájékoztatni fogjuk a fehérváriakat erről, de fontos elmondanunk, hogy a közösségi közlekedésben ugye a megérkezett 23 vadonatúj buszhoz 7-et rendeltünk még, és ugye 12 elektromos autóbusz pályáztatása is zajlik. Lesz egy új bérlet és jegy struktúra, nem fog emelkedést jelenteni, hanem egy más alapú elszámolás lesz a használókkal. Szerintem az emberek ezt régóta várják, napi jegy lesz, reményeink szerint nem egy komplett hónapra szól egy bérlet, hanem valaki mondjuk május 12-től június 12-ig is vehet bérletet. Tehát ezek az egyébként szerintem most már abszolút szükséges változásokat is szeretnénk meglépni, ezen is dolgozunk, úgyhogy bízom benne a következő hetekben kérdésekben előre lépve a közösségi közlekedés egészét, úgy fogalmazhatnék, hogy divattá tudjuk tenni. Azt nem kell mondanom, hogy iskolai időben ez mennyit segíthetne akár a reggeli, akár a délutáni csúcsforgalomba. Sokkal később megy majd az utolsó busz, évfél után is menni fog busz, és 4 óra után már menni fognak a buszok, tehát 1,5-2 órával megnyújtjuk azt az időt, amíg egyébként a közösségi közlekedés elérhető lesz a városba. Ennek általában a fiatalok szoktak örülni, illetve például azok, akik színházból térnének haza. Szerintem nem fog meglepődni azon, hogy az utolsó kérdésem pedig a parkolás vonatkozásában szeretném feltenni, mert rengetegen írtak nekünk különböző üzenetet e-mailben, messengeren, és a legtöbb kérdés arra vonatkozott, hogy miért muszáj még fenntartani a parkolást Fehérváron, egyáltalában szükségesnek látja ezt még. Az ingyenes parkolás tekintetében szerintem ez ma már egy olyan intézkedés, amit vissza kellene vonni az államnak. Itt egy állami jogszabályról van szó, tehát az önkormányzat ezt nem írhatja felül. Ha talán visszaemlékeznek a fehérváriak, akkor 2020-ban a járványhelyzet elején mi egyébként előbb döntöttünk az ingyenes parkolásról, csak az még ugye egy teljesen más helyzet volt. Maradj otthon kampány volt, rengeteg home office, nem működtek az iskolák, óvodák, abszolút visszaesett a forgalom, és azt kértük az emberektől, hogy a járvány terjedésének lassítása, megállítása érdekében, ha lehet, ne szálljanak autóbuszra.
És akkor ezt a döntést meghoztuk. Na de most ugye teljesen más helyzet van. Az újraindításnak köszönhetően minden úgy működik, vagy nagyon-nagyon sok minden már úgy működik a városban, mint normál keretek és körülmények között, elég csak az iskolákra, óvodákra gondolni, és bizony ma már lehetetlen szinte parkolni a nap különböző periódusaiban, nem elfelejtve, hogy mi az ingyenes parkolás megszüntetésével arra a rendszerre fogunk visszaállni, hogy az első óra a parkolásban ingyenes lesz. Tehát aki ügyet szeretne intézni, házi orvoshoz megy, gyógyszertárba, postára, okmányirodába, azt továbbra is megteheti. Az egész napos autó tárolást azt nem tudjuk megoldani ingyen, nem elsősorban bevétel kérdés okán, hanem mert egyszerűen nincsennyi parkolóhely. Tehát a parkolás és annak a díjövezetekbe való sorolása az elsősorban közlekedésszervezési eszköz. Az önkormányzatok most már kifejezetten azt kérik a kormánytól, hogy vonja vissza ezt az intézkedést. Én bízom benne, hogy talán az 5 millió oltás elérése után sok más egyéb szabály visszavonásával együtt talán erre is sor kerülhet. Majd meglátjuk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.